hogyha bemegyünk egy múzeumba, és tudjuk, hogy múzeumba szeretnénk menni, akkor vegyük figyelembe azt, hogy kötelező lesz a ruhatárnak a használata. Tehát a kabátunkat, ernyőnket, és általában a kézitáskánál nagyobb méretű táskáinkat is megkérnek, hogy helyezzük ezt ott el. Ilyenkor nem célszerű akadékoskodni, hiszen ez a szabály, ezt tudomásul kell, hogy vegyük. Hogyha egyértelműen nem látjuk, vagy nem tudjuk, hogy szabad-e a fényképezőgépünket használni, akkor mindenféleképpen kérjünk ez irányban útmutatást, hiszen nagyon sok olyan kiállított tárgy lehet, amit akár a vakunak a fénye, vagy akár a jogdíjak miatt tilos lefotózni, és nagyon kellemetlen helyzetek tudnak ebből adódni, hogyha levadásznak bennünket a teremőrök. Ilyenkor természetesen az sem kifogás, hogy nem láttuk kiírva. Legyünk egy kicsit preventívek, és mi magunk inkább kérdezzünk, hogyha ez nem egyértelmű a számunkra. Elnézést, lehet fényképezni, viszont papu nélkül. A múzeumok általában néhány interaktív múzeum kivételével arról szólnak, hogy nézzünk, tehát mindent a szemnek, semmit a kéznek. Ezt feltétlenül tartsuk tiszteletben és vegyük tekintetbe, amikor múzeumot látogatunk. Az is nagyon zavaró tud lenni, hogyha valaki túlságosan közelről nézi a műalkotásokat, ezáltal nem engedi a többieket, hogy élvezik azt az adott dolgot. Hello! Hello! Nem zavarsz, egy kiállításon vagyok. Ilyen mexikói. Jó amúgy. Szép. Uh-huh. Nem ilyen inka, tudod, minden évben megrendezik. A múzeumokban általában elvárt az, hogy csendben maradjunk. Tehát a telefonhasználat az alapvetően tilos, vagy legalábbis nagyon korlátozzák ezt a lehetőséget, és hát nyilván nem is illik zavarni a többieket abban, hogyha ők el szeretnének mélyedni egy-egy művészeti alkotásban. Hogyha egyéni látogatói jegyet vettünk, akkor nem illik oda csapódni egy vezetett csoporthoz, még teljesen feltűnés nélkül sem. Két kereke van. Nem értem. De csak homokon tud menni? Ezüstben mondjuk jobb lenne, egy kicsit dobna rajta. Egy múzeumban sajnos előfordulhat, hogy nem tetszik az, amit látunk. Ilyenkor semmiképpen nem illik hangosan kinyilvánítani a negatív véleményünket, hiszen ezzel zavarhatjuk a körülöttünk lévőket, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy talán ott tartózkodik az alkotó művész, akinek ez bizony rosszul fog esni. Jó napot kívánok! Nyilván nem csak akkor köszönünk, és azoknak köszönünk, akik a belépéskor a pénztárban vagy a beléptetésnél ott vannak, hanem a teremben ülő teremőröknek is illik köszönnünk, hogyha éppen az ő helyiségük belépünk be. Viszontlátásra!